A szakszervezetek szombatra tüntetést szerveznek a budapesti parlament elé az úgynevezett rabszolgatörvény elleni tiltakozásról, miután javaslataikat figyelmen kívül hagyta a Törvényalkotási Bizottság. A módosítást két fideszes képviselő azért nyújtotta be, hogy ezzel csökkenteni lehessen a magyar gazdaságot lassító munkaerőhiányt. Az országgyűlés így arról fog szavazni jövő szerdán, hogy nem csak kollektív szerződés esetén lehet a jelenlegi évi 250 elrendelhető túlórát 400-ra emelni. Ezt önként vállalt túlmunkának nevezik. Illetve a munkaidő keret akár 3 év is lehet, és csak ennyi idő után számolják ki, hogy túlórázott-e valaki. Kiszolgáltatja gyakorlatilag ez a jogszabály teljes mértékben a tőkének, illetve a munkáltatónak a munkavállalót. Tehát azt csinál vele, amit akar, akkor rendel el túlmunkát, amit akar. És azt pedig tudjuk, hogy hiába kell erről hivatalosan statisztikákat közölni, hogy mikor ki hány órát túlórázott, gyakorlatilag ezt nem ellenőrzi senki. Igazából a munkaegyi ellenőrzés nem tölti be a feladatát, tehát a munkaerőpiacon teljes liberalizáció történt meg, és gyakorlatilag a szabad rablás indult el, a szabad kizsákmányolása indult el a munkavállalóknak. Ezzel nyilván a társadalomnak tennie kell. A szakszervezetek önmagukban annyit érnek, mint a mögöttük lévő tömeg, a mögöttük lévő nyomás, amit egy homogén társaság a munkavállalók ki tudnak fejteni a politika irányába. A szakszervezeti vezetők elmondták, a szombati tüntetéssel párhuzamosan az ország több pontján, több napon át félpályás útlezárásokat terveznek. A demonstrációk eredménytelensége esetén sztrájkbizottságokat állítanak fel, majd figyelmeztető sztrájkokra, végül általános sztrájkra hívnak fel.